A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Fehérvári Beszélgetések, és ahogy azt már megszokhatták hétről hétre, napról napra, igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat, vagy közismert embereket másik oldalukról bemutatni Önöknek. Stúdiónk vendége Horváth Miklósné, vagy olyan sokan ismerik, Saci. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Satika. Én köszönöm a meghívást, és én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Ugye október 4-én volt az új alakuló közgyűlése Székesfehérvárnak, és hát számomra roppant furcsa volt, mert rengeteget dolgoztunk együtt, hogy 14 év után, hiszen 14 évig voltál a Víziváros önkormányzati képviselője, már nem te ülsz ott. Nyilván érthető, de hogyha visszagondolsz a kezdetekre, akkor hogy indult el a te képviselői pályát? Számítottál erre? Ez egy tervezett dolog volt, vagy egyáltalán mit tudhatunk erről? Nem, ez egy nagyon nagy meglepetés és nagy megtiszteltetés is volt, mert én 68 éves koromban lettem képviselő, hát szóval akkor fejeztem be 2010-ben, 40 év után a Videótonban az aktív pályafutásomat, de tulajdonképpen más státuszban a mai napig is ott vagyok, még immáron 55 éve. Tehát az egy más világ, nagyon szeretem mai napig. De az önkormányzatról, meg a képviselőségről én a világon semmit nem tudtam. Tehát amikor behívtak és mondták, hogy úgy képzelték, hogy én induljak el, akkor mondtam, hogy hát én nekem erről fogalmam nincs. És egyáltalán, hát honnan tudják a vízivárosiak, hogy ki az a Horváth Miklósné? Hát legfeljebb azok ismerhetnek, akik, mert voltak nyilván videótonosok is, akik laktak ott. És van 3 hónap a választásokig. Hát én nekem ezt végig kell gondolni, hogy meg is ismerjem azt a területet, meg az emberekhez, hogy jutok el. Hát valahogy be kell mutatkozni, hát egy vadidegenre mi az ördögnek szavaznának. Szóval, és akkor meg, hogy jó, hát gondolkozzak, de arra úgy gondolkozzak, hogy azért jó lenne, ha elindulnék. És tényleg valóban számot vetettem. Az első dolgom az volt, hogy végigmentem, mert tudtam akkor nyilván az utca, akkor rendezték át a választókerületeket, hogy milyen utcák tartoznak, olyan milyen házak. Igen, hát 55 négyemeletes ház tartozik oda, vagy nem 55 lépcsőház, négyemeletes lépcsőház, és 63 tízemeletes lépcsőház. Tehát ez tulajdonképpen 118 lépcsőház különböző lakásszámokkal. Összeszámoltam így átlagban, hát olyan majdnem 4000 lakás. És mikor van én nekem erre időm? Hát így nyilván hétfő, péntek, szombat, vasárnap. Én mit mondanék, hogyha valaki becsengetne, hogy most akkor szeretne velem beszélni? Hát szóval ezt is végig kellett gondolni, hogy fogok én oda menni, mit mondok, mit hogyan fognak fogadni. Hát hazamennek a munkával, gyerekek főznek, készülnek. Szóval egy olyan helyzet, amikor én valakinek a magánéletébe, ha nem is betudakodom, de mindenképpen belépnék pár pillanatra, azzal a céllal, hogy megkérjem, hogy engem, akiről semmit nem tud, válaszol már meg, legyen olyan szíves képviselőnek. Tehát nyilván valahogy ezt el is kell adni, meg valamit mondani is kell. Na, és akkor azt úgy végig gondoltam, és akkor mondtam, hogy jó, meg hát a férjem is azt mondta, hogy ugyan már, hát ha kinyitják azt az ajtót, te fogsz tudni kapcsolatot teremteni, tudsz majd beszélgetni, vagy el tudod mondani, hogy mi a szándékod, és hogy hát elnézést kéne, és hát nem tart az olyan sokáig. Hát a másik része az volt, hogy ezt azért egyedül nem lehet ám végigcsinálni. Nyilván és kellettek segítség. Kellettek segítség, aki tényleg nagyon hálás is vagyok a mai napig értem, mert fizikailag lehetett bírni, de azért ez egy lelki teher. Minden alkalommal, hogy ugyan mit fognak mondani, amikor én most oda becsengetek, és azt mondom, hogy én vagyok én, és én szeretnék indulni itt képviselőnek, és szeretném megnyerni az ő támogatását, és hát elmondanám, hogyha érdekelni, hogy én hogy gondolom, vagy mit látok, és kérdezem az ő véleményét.
Eljutottunk általában idáig a beszélgetésekhez, de nyilván nem volt mindenki ott. Hát ezt meg lehetett csinálni hétfőtől péntekig, 5 és 7 óra, maximum 7-8 között, mert utána aztán tényleg belegyalogoltam volna mindenkinek a magánéletébe, szóval ezt meg nem lehet. Úgyhogy hát körülbelül ebből a 4000 körüli lakásból azért úgy 40-45%-ot azt végig kinyitották, tehát otthon voltak. Ahol meg nem voltak otthon, ott kaptam névjegyet, és akkor arra otthon szépen ráírtam, hogy sajnálom, hogy nem találkoztunk, de itt vannak az elérhetőségeim, és hogyha megengedik, akkor természetesen föl tudnak ezen hívni, és az ő nekik megfelelő időpontba én eljövök. Volt olyan, aki hívott. És érdekes és nagyon jó dolog volt, hogy senki nem volt visszautasító. Nyitottak. Sőt, inkább voltak meglepettek akkor. Voltak, hogy jé, hát akkor most maga eljött bemutatkozni, mert ilyen még nem volt, és azt is volt, aki azt mondta, hogy én nem fogok önre szavazni, mert másfelé vagyok elkötelezve, de sok sikert kívánok, hogy ezt megpróbálja. És akkor heten indultunk. Úgyhogy izgalom volt, hogy mi lesz az eredménye, de tényleg egy, és hát nyilvánvalóan egészen más politikai légkör volt, ami szintén besegítette azért ott az embert, ez nem az én személyes sikerem volt, nem az, vagy nem egy személybe az a személyes siker volt, biztos, hogy az is belejátszott, mert fura volt, hogy valaki eljön bemutatkozni. De a 7 jelölt közül akkor én 42%-ot ez kaptam. Ez volt az első erőpróba. Ami azért, igen, mert a következő az 20-valahány százalékot, tehát tényleg kaptam egy biankó bizalmat, és ez egy olyan dolog, hogy a korábbi életemben azért a munkám alapján azt mondták, hogy akkor most tovább léptetünk, különböző mindig egyre magasabb beosztásokba. De volt mögöttem egy teljesítmény akkor, amit szintén ott tanultam meg, tehát én azért, amit tudok, azt az Videotonnak köszönhetem. Mert olyan változó beosztásokban voltam, egyre bővülő, egyre több ismeretet igénylő és megtanulni kötelezett beosztásokba, aminek a nagyon nagy hasznát vettem az önkormányzati munkába is, ez az igazság. De ott ismertek. És azt mondták, hogy jó, majd megtanulod, bíztak bennem, itt senki nem ismert. Szóval ennek nagyon nagy értéke volt ennek a bizalomnak, és ez olyan, hogy szerintem a legnagyobb dolog, amit egy ember adhat a másiknak ismeretlenül, az a bizalom. Tehát azzal visszaélni, vagy annak nem megfelelni, az egy tisztességtelen dolog. Tehát ezt is meg is tehettem, hiszen nyugdíjas voltam, azt, hogy ez egy egész embert kívánó munka. Mindig is minden az volt a számomra, de ez meg aztán különösen, mert itt aztán be kellett bizonyítani, hogy ugyan én nem a vízivárosban lakom, de mindent meg fogok tenni a vízivárosért, hiszen ők adtak nekem egy biankó csekket. Úgyhogy igyekeztem is nagyon, és hát 14-ben is mindig viszonylag magasabb szavazati arányjal választottak meg, 19-ben meg már 52%-ot kaptam, és minden héten volt fogadóra, mert úgy lehet az emberekkel legkönnyebben megismerkedni. Először a kíváncsiság hozza őket, utána az, hogy talán mégis segít az az illető, az, aki a képviselő, mert ez szó szerint, hát hogyha eljön, ha elmondja a gondját, akkor tényleg azt várja el tőlem, hogy én képviseljem az ő gondját, az ő gondját, baját, és segítsek neki annak a megoldásba, vagy ha nem tudok, akkor tisztességgel mondjam meg, hogy ebbe én nem tudok, de megpróbálok ilyen meg ilyen eljárni, és megtudni azt, hogy hogyan lehetne segíteni. Tehát muszáj végigjárni. A bizalomnak ez az alapja. Tehát, hogy az együttérzés kell, segítség kell, gondoskodás kell, és akkor tényleg megkapja az ember a bizalmat, meg a később már a barátságot, sőt a szeretetet is, amit én megtapasztaltam 14 év alatt, úgyhogy 82 éves vagyok a pályámnak, ez a 14 éve nagyon nagy adomány volt. Egész más területen kellett kipróbálni magamat, és azt, hogy tényleg Jóisten segítségével tényleg tudok segíteni, de ehhez tényleg
ami az ő gondjuk volt, onnantól kezdve az az én legnagyobb gondom volt. Ezt csak így szabad csinálni, másképp nem. A személyes kapcsolatok a 14 év alatt akkor meghatározóak voltak a munkásságodban. Igen, és a másik része az, hogy jó, hát van ennek egy olyan része, egy anyagi része, hogy ezt végignézi az ember, hogy igen, hát én úgy gondoltam, az én véleményem szerint az volt, hogy igen, bizony nagyon sok munka van, nagyon sok mindent meg kellene felújítani, fel kellene újítani, mert volt egy olyan látványos része ennek a vízivárosnak, a Budai út, ahol a végig suhantak az autók, és ha bennéztek, akkor láttak egy nagyon szép sétányt. De ha az ember gyalog ment vízivárosba, akkor azért egy csomó dolog föltűnt rögtön. Egyrészt az utak állapota, másrészt az, hogy ez egy nagyon szisztematikusan felépített városrész, de egy rendkívül zsúfolt városrész. Tehát akkor, hogy megkérdeztem, hogy különböző választó kerületeknek hány négyzetméteren vannak, hát ez a legkisebb. És itt volt szinte a legnagyobb népesség, mert az, hogy 340 ezer négyzetméteren lakik közel 7 ezer ember, ilyen nem volt, az összes többiben nem volt. Az igaz, hogy itt látványos is volt minden fejlődés, mert itt föl lehetett egy parkolót újítani annyiért, mint mondjuk az Rinyi utcát. Tehát előnye, hátránya, mindene megvolt. Az, hogy az első dolgban, és hát az első ciklusban azért olyan nagy pénzek nem voltak. Hát hogyan? Hát az egész önkormányzat azért anyagilag nem volt egy derűs helyzetben. De azért az idők folyamán ez változott. Hát igen, de az első, a 10-13 még azért ez egy olyan rész volt, hogy kb. 6 millió forint volt a keret, meg 7 millióra emelkedett, utána 8-ra, de gyakorlatilag azt lehetett megcsinálni, azon lehetett változtatni, amit az akkori kereteknek megfelelő, akkori pénzértékkel meg lehetett tenni. Hát most mindenféle nagymama. Ugye vannak játszóterek, az sok játszótér volt, hál' Isten. Igen, de a főútvonalak mellett ott volt a Budai úton 2, meg a Gáz utca mellett 1. Tehát az első dolgom az volt, nem rohantak ki a gyerekek, de mindig volt bennem egy olyan szorongás, hogy Isten, hát azért be kéne ezt keríteni, mert akkor mégis a szülők is, meg a nagyszülők is azért nyugodtanban leülhetnének beszélgetni. A gyerekek meg játszhatnak önfeledten, mert nem fognak kirohanni. És amit megint észre lehetett ugye venni, hogy nincs egy közösségi tér, nincs egy közösségi hely. Egy közösségi tér, amit most már zöldfa térnek nevezünk, hál' Istennek, és ez tényleg az első ciklusban már a önkormányzat segítségével meg is valót jutottak, az dugig volt autóval. Novemberben, amikor a gyerekek jöttek ki az iskolából, akkor bizony volt olyan, hogy nekitolattak a gyereknek. Tehát nem voltam népszerű azok, akik ott parkoltak, amikor minden áron végig keresztül hajtottam, hogy onnan tiltsák ki az autókat, és ott legyen egy norma föltöredezett, hogy hívják, aszfalt, minden. Nagyon szépen rendbe hozták, mert ott külön meg is tervezte az önkormányzat csapat, úgyhogy nagy öröm volt, amikor ott láttam, hogy végre gyerekek bicikliznek, meg leülnek az emberek, meg sétálnak, meg beszélgetnek, és nem az van, hogy kerülgetik az autókat. És szóval tényleg ez volt, vagy mit tudom, egy járdát, amit gyalogja keresztül vágják a zöldet, ugye, hát akkor kijárnak maguknak egy utat, ami azért, mikor esik az eső, akkor sáros, akkor ki, hát akkor tegyünk ki cementlapot, egyéb. Szóval ilyen jellegű munkákat lehetett megcsinálni csak az első ciklusban. Idézőjelben a békeidő meg az aranykor az akkor volt, miután megtörtént az adósságkonszolidáció, és akkor tényleg még ráadásul az önkormányzathoz egyrészt több volt a képviselői keretet, is többet kaptuk, másrészt pedig nagyon hozott az önkormányzat vezetése egy nagyon jó döntést, mert azt mondták, hogy akkor most vonjuk össze 17-18-19-et, minden egyéni képviselő kapjon 100 millió forintot a képviselői kereten kívül, és a prioritásokat fölmérve, nyilván az emberekkel megbeszélve, akkor ezt lehessen úgy szabadon felhasználni, ahogy erre képes lehet szolgáltatni, tehát nyilvánvalóan szerezni hozzá közbeszerzést, végigjárni azokat az utakat, ami a szabályzás szerint van, de meg lehet tenni, tehát nem muszáj elosztani
évekre lebosztva arányosan, hanem ahogy nagy igen. Rendület. Tehát akkor, és akkor még ehhez jöttek hozzá az önkormányzati források is. És a felújításokat érintve pedig az épületfelújításoknál volt önkormányzati önerő, és volt benne már például hát a Rákóczi utcai óvoda az Európai Uniós pályázatból épült, tehát az maga volt több mint 460 millió forint. Tehát az egy nagyon eredményes rész volt, mert akkor, amikor én beszámoltam 19-be egy lakossági fórumon, akkor elmondtam, hogy eddig 3 milliárd 360 millió forint jött ide Vízivárosba. Azért az egy nagyon nagy pénz volt. És most úgy zártuk az egészet 1,9 milliárddal. Úgy, hogy utána jött a Covid, utána jött a háború, infláció, ezzel. Tehát, hogy mennyire változott a dolog, hogyha ezeket a panelek közötti parkolókat, ami a Gázutca 11-et, a Salló 11-23 mögötti parkolók vannak, azokat akkor abban az időben, a békeidőben, akkor föl lehetett újítani, 104-105 helyes parkolók voltak, 17-18 millió forintért. 22-ben már a két legrosszabb járda, ami a házak között volt, mert két oldalról ugye átmenő járdák a Budai út felé, az a Salló utca 11 és a Salló 23 két oldala, ott nem tudtuk 30 millió forintért megcsinálni a négy járdát. Úgyhogy az egyik átment a következő évre. Tehát ennyire változtak az árak. És menet közben a Salló utca a 12 év alatt, ha úgy tetszik, mert az egyik első volt, amit fel kellett újítani, újra fel kellett újítani, akkor már fölmarni az alatta lévő betont is, mert az a igénybe vett, betett munk vagy utca, legjobban igénybe vett utca, hiszen azt egérútnak is használják ám. Tehát a Királysoron keresztül mennek, hogyha valaki le akar menni az állomásra, nem megy ki a Géza utcából a Budai útra, aztán majd Lövölde, és úgy le nem. Bejönnek a Királysoron, és onnan végig a Géza utcából, vagy ez egy természetes dolog. Fogja magát, bekanyarodik a Királysoron, a Gőzmalom utcába, végig megy a Salló utcán, ki a Gáz utcára, sicsúcs, és úgy megy rá a Lövöldére. Tehát, és azon kívül ott van a Svár. Hát oda mennek a, majdnem mondtam, milyen nehéz autók. Teherautók viszik állandóan az árut. Tehát, és akkor nyilván mennek ezek a depóniának a kocsijai is, tehát be kell menni. Tehát van súly. Tehát így van, tehát ez a legfőbb, legjobban igénybe vett utca. Úgyhogy nem véletlen, hogy ez 14 év alatt kétszer lett felújítva. Második felújítás már 40 millió forintba került. De hát szépen alakult tulajdonképpen, és megértették az emberek, és én reménykedem, hogy örültek is neki, mert azért tényleg olyan visszajelzések voltak, hogy én nagyon sok szeretetet és barátságot kaptam ezzel azt a 14 év alatt, hogy igen, az életemnek nagy adománya volt ez az utolsó 14 év. A közösségépítés és a hagyományok is fontosak voltak számodra. Hát az megmondom, mert ez volt ugye az infrastruktúra. A másik meg az, hogy azt láttam, hogy miután nincs egy hely, ahol le tudnak ülni, vagy tudnak beszélgetni. Hát én a fogadóraimat az első két évben az iskolának az egyes számú tantermébe tartottam minden héten, de amikor a szik oda beköltözött, ugye akkor a felszintet leválasztották, és addigra már a volt képviselő irodát felújították, és az lett a Vízivárosi Közösségi Központ. Na de oda 20 ember fér be mondjuk. Tehát azt lehetett, hogy akik is van egy belső iroda része, minden megfelelő infrastruktúrával, de az a helyzet, hogyha mondjuk egyszerre befutott 3, 4 vagy 5 ember, akkor azokat kívül le lehetett ültetni, és utána akkor a belső kvázi irodahelyiségbe lehetett beszélgetni, és elmondták a kérésüket, vagy a gondjukat, hogy mi az, amiért jöttek. De hát ott nem lehetett rendezvényeket szervezni, mert ez képtelenség volt. Ugyanakkor hogyan lehet megszólítani embereket, mert azért én azt is tapasztaltam, hogy ezek a 10 emeletes épületeknél, ezeknél a 10 emeletes épületeknél tulajdonképpen az a helyzet, hogy
sokszor a szomszédok nem ismerik egymást, vagy nem is nagyon vannak egymással jó kapcsolatban. Tehát hogyan lehet akkor azokat az embereket valamilyen módon összehozni, és egy olyan lehetőséget kitalálni, ahol mégiscsak összejönnek valami miatt, vagy valaki miatt, mert ez a valaki, ez a gyerek. Tehát én még olyat nem láttam, hogy valaki a gyerekeért, vagy az unokájaért nem tesz meg mindent, és hogyha ő szerepel, akkor azért eljönnek a szülők. Ez volt az egyik, a másik meg az, hogy én végignéztem azt, hogy Vízivárosnak miután a legfiatalabb városrész a város történetében, mi a történelme, mennyire ismerik, mennyire ismert. És hát az egyik az volt, hogy ugye van egy nagy ünnepünk, az advent ünnep, az csak a Vévárosban van advent ünnep. Mi nem lehetne Vízivárosban advent ünnepet csinálni? Nagyon jó partnereim voltak a óvodák is, és az iskola is, mert mindig számíthattam rájuk, hogyha kértem azt, hogy csináljunk már egy olyan rendezvényt, ahol a gyerekek szerepelnek. És az első 11-ben volt az első ilyen advent a Vízivárosban, a Sarló utcai óvodának az udvarán hideg volt, kutya hideg volt, de azért ott volt karácsonyfa, a gyerekek szerepeltek, volt ének, és az én Sarló utcai drága nyugdíjasaim, azok meg eljöttek szavalni. Úgyhogy ezt már elmondtam, hogy nagyon meghatódtam, amikor egyszer csak a karácsony ének szól, és akkor látom, hogy a körbelévő házakba kinyílnak az ablakok. És az első két évben ott volt, aztán 13-ban már a Zöldfa téren, de ott is azért az volt, hogy hideg volt. Hát volt persze színpad, meg meleg teja, meg minden, de hát azért hosszasan nem lehet, cserélődtek az emberek, ahogy a gyerekek szerepeltek. És közben, ugye az első ciklus után az iskola már olyan helyzetben volt, hogy nem volt elég gyerek. Hát annak is megvolt az oka, hogy miért nem volt elég gyerek, de ezt most arra én nem kívánok kitérni. Lényeg az, hogy az iskolát hozzácsatolták a Németh László iskolához, megszüntették, és azt átvették, különben is átvette a tankerület, és más célból. És akkor azt lehetett tenni, hogy a Liszivel fogtunk össze, és a Vízivárosi iskola rendelkezésünkre állt. Én meg, miután 13-ban megjelentettünk egy könyvet, azt is a polgármester úrnak a támogatásával, hogy egy városrész története Víziváros. Tehát Víziváros egy városrész története. És abban le volt írva egy nagyon jó, a levéltárnak egy főmunkatársa, Kovács Eleonóra volt, aki ezt az egészet megírta, és abban tényleg benne volt Víziváros története. Tényleg benne volt, hogy itt valóban, miután lecsapolták a mocsarakat, akkor utána itt kialakult egy iparos negyed, és az egy generációk jöttek egymás után, és ott minőség volt, ott családszeretet volt, ott összetartás volt, és azokból kikerültek olyan emberek, akik városatyák lettek. Tehát van mire büszkének lenni Vízivárosnak. 13-ban az meg is jelent, akkor volt itt a könyvét, és én azt próbáltam tovább fejleszteni, ha úgy tetszik, hogy még mit lehet, még mi az, amit lehetne Vízivárosba, amit hagyománnyá lehetne tenni, amivel még jobban még meg lehetne az embereket szólítani, és akkor utána a következő lépés, az a máig csináltuk az adventet, következő lépés volt, ami most idén volt 10 éves, a Kölyök Juniális. Hát ott aztán tényleg nagyon sokan voltunk, de ezt azért lehetett, és az adventet is azért lehetett a mai napig működtetni, mert az én kedves képviselőtársaimnak, a 4-es, a 10-es és a 11-es képviselőknek megmondtam, hogy ugye tudjátok, hogy ti vízivárosiak vagytok, mert ez a régi Víziváros, az azért a Marhatér, meg a Jézus Sziva templom, meg a Hunyadi utca, meg az Oncsa telep, a Felsővárosnak egy része, ez Víziváros volt, könyörgöm a lássan, úgyhogy akkor kérném szépen, nagyon kedvesek voltak, mindenki hozta az óvodáit, az iskoláit, és egyre szép, minden szombaton más műsor volt. És
jöttek a szülők, jöttek a nagyszülők, és zsibongás volt, és volt karácsonyfa, és volt adventi koszorú, szóval kézműves foglalkozás, szóval kinőtte magát, na, és szerették az emberek. Akkor, amikor Covid volt, akkor pedig kint a Zöldfa téren kivilágítottuk már, és ott is most már minden évben van kint egy karácsonyfa. Ha más nem tudtunk, akkor kiírtuk azt, hogy áldott békés karácsonyt Víziváros, mert akkor nem lehetett ugye megtartani. És hát utána jött, mondom, a Kölyök Juniális, ami most már 10 éves. Ott is először csak az volt, hogy a gyerekeknek műsor, aztán utána kitaláltuk azt, hogy na jó van, de hát vannak nekünk szolgáltatóink. Ez hadd tudják már meg a gyerekek is, meg néhányan a felnőttek közül is, hogy az, hogy ez a város békés, hogy itt rend van, hogy itt tisztaság van, hogy meleg víz van, hogy fűtés van, és hogy úgy egyáltalán minden van, hát ezt a szolgáltatóknak köszönhetjük, hát ismerjük már meg őket, és a szolgáltatók is partnerek voltak, és ilyen játékos dolgokon keresztül ismertették meg a munkájukat. És hát a 19-es volt, 19-től most már az 5. a palacsinta péntek, ami tényleg egy nagyon jó dolog, mert akkor ott az első évben azt hiszem 600-700 palacsinta, most már 1000-nél tartunk, polgármesterről is jön, hajtogatja, tekergeti, úgyhogy jönnek az óvodások, iskolások más kerületből is, mert az meg augusztus utolsó péntekje azért, hogy édes szájjal indulhassanak a gyerekek az iskolába. Így van. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezek úgy beivódtak, és tényleg jöttek, és ott volt olyan, hogy ott ismerkedtek meg egymással azonos házból. Szóval kell az emberekkel foglalkozni, mert megvan rá az igényük. Csak éppen nincs, ahol összejöjjenek. Tehát én azt nagyon sajnálom, hogy ezt még nem sikerült megoldani. Én nagyon remélem, hogy akkor, hogyha az Agócsmalom, meg ott tulajdonképpen annak az egész 6 hektáros területnek végül is meg lesz a fölszabadítása, ami milliárdokat fog jelenteni természetesen, akkor, amikor majd én a felhőkről lógatom a lábam, akkor látni fogom azt, hogy itt megtörtént ez a rekultiváció, és ott végre Víziváros, a városnak a központjához csatlakozva kibontakozhat, mert ott egy igazi kulturális centrum lesz. Sacik, amikor egyeztettünk a mai találkozóról, akkor azt kértem, hogy hozzál magad a számodra néhány fontos dolgot. Én megköszönném, hogyha ezeket megmutatnád, és itt a beszélgetésünk végén megismertetnéd ezeknek a jelentőségével is a nézőket. Hát ezt tudod, meglepődtem. Mert sok fontos dolog volt az életemben, de akkor ezt úgy kellett végig gondolnom, ezt a 82 évet, hogy igen, valami ezeket a fontos dolgokból ki kellett választani, hogy mik azok az alapok, amire én építhettem az életemet. Mert nyilván azok a legfontosabbak. És akkor erre azt gondoltam, hogy az első az, amit a szüleim házától, tehát a szülői házból hoztam magammal, a feltétlen istenhitem. Hogy mindig segít, és mindig fogja a kezemet, és csak rajtam múlik, hogy én élek-e ezzel a segítséggel. A másik, hogy a több mint 2/3 az életemet házasságba töltöttem. Tehát nagyon fontos volt a számomra abból 58 évvel 55-öt együtt, mert közben a férjem meghalt. De az az 55 év az olyan volt, hogy jó, hogy az ember esküdt tesz, hogy holtomiglan, holtodiglan, de ott azért a léleknek is meg kell tenni azt, lelkileg is kell egy szövetséget kötni, amikor az ember azt mondja, hogy ez egy olyan biztos alap lesz én neki, ő nekem, amire nem történhet semmi a világon, amiben ne lehessek rá számítani. És én hálát adok a Jóistennek, hogy ez az 55 év olyan volt. Nem arról volt szó, hogy itt nem voltak nehézségek, meg nehéz pillanatok, meg helyzetek. De mindig tudtuk, hogy ki a csatár és ki a hátvéd. Tehát kinek mi a szerepe. És ami ebből következett, a harmadik, ami éltetett bennünket, az a családunk, a gyerekeink, meg az unokáink. Tehát az a szeretet, ami szintén a biztonság volt, bármi történjen velem, én azt pontosan tudtam, és mindenki tudta a családból, hogy van biztos
kőszikla, ami mindig ott van, és amire mindig minden támaszkodhatunk. És csak azért tudtam elérni az életembe minden egyéb mást a munkámba, mert én pontosan tudtam azt, hogy fontos nekik, ami nekem fontos, nagyon fontos nekik, és nincs olyan, amiben ne támogatnának. Tehát kaptam én pofonokat az életben, mert ki nem kapott? Mindenki. De biztos voltam benne, hogy a vigasztalás az, és az új erő adása, és az, hogy a megoldás keresése mindig, ahhoz ott van nekem ez a rendkívül szilárd lelki szeretet összetartozás, ami köt az Istenhez és a családomhoz. És ezeket hoztad? Ezeket hoztam, igen, mert az egyik az, amit ott tartok az éjjeli szekrényemen, az a képünk, az a házassági képünk, amin ahogy nézünk egymásra. Abban benne van, amit elmeséltem. Igen, hogy ebben minden benne van. Aztán itt van, nem nagy családunk van, mert két gyerekünk van, és ez nem is mai kép, még már mindannyian rajta vagyunk. Ez a családom, a két gyerekem, a lányom, a fiam, a vőm, tartja egyik a kisebbik unokámat, és hát itt van velünk a nagyobbik, de ez egy kb. 7 éves kép. És ami az egészet megalapozza, hogy én a 60. születésnapomon a nagyon jó barátunk volt, az Isten nyugosztalja, a kis János atya, aki nekem ugye a lelki vezetőm is volt, és őtőle kaptam ezt a levelet, mert ő tudta azt, hogy én a kudarcokat meg, amik éltek, hogy azt azért én ezt időnként nehezen dolgoztam föl. És akkor azt írta nekem, hogy drága Saci, a majdnak emlékére imádságot szeretettel küldi ezt a meghallgatott imádságot. Ezt azt nem tudják elbiztosulni. De ami tényleg valahogy úgy mondtam, hogy tényleg az életem, hogy erőt kértem az Úrtól, és adott nehézséget, amelyeken megedződtem, bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani, előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam, bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, amelyeket legyőztem, szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk, kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat. Hát ezt érzem a mai napig. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, fehérvári beszélgetésekkel, természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.